Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy karmikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes jóslás szivárvány részére. Kedves szivárvány, üdvözöllek téged, mielőtt elkezdeném ezt a jóslást, elmondom, hogy mit jelent kárma, és mi ez a kármikus fordulat. Ezt úgy tudod elképzelni, hogy nekünk van lelkünk. A lelkünk elhagyja a testünket, elhagyja a földet, amikor mi meghalunk, és visszatér az isteni hatalomhoz. A lelkünknél megvannak az emlékek, az érzések is, és a lélek visszatekint a múltba, újra átéli azt, ami itt a földön történt. Ez olyan, mint egy film. A jó Isten nem szigorú, hanem én így tudom elképzelni, amikor véget ért ez a film, akkor megkérdezi, na most hogy érzed magad? Ha a lélek boldog és felszabadult, akkor kilépett ebből a kármából. De ha a lélek úgy válaszol, hogy most átnéztem mindazt, amit átéltem a földön, és most úgy látom, hogy én nem is éltem, meg hibáztam eleget, akkor a lélek visszatérhet a földre, mert kell ezen valamit javítani. A lélek kiválaszt egy sors utat. Ez a térkép az asztrológia, és ez a sors út, ez az arany középút. A lélek ezt tudja, de ez nálunk nem a tudat alatt van, hanem az öntudatunkban. És ha mi a belső hangunkra hallgatunk, akkor jó döntéseket hozunk. És mi ez a kármikus fordulat? A horoszkópban van kettő kármikus csomó. Az egyik a lefele haladó holt csomó, vagy kétú, a sárkánynak a farka. A másik pedig a felfele haladó holt csomó, ráhu, ennek a sárkánynak a feje. A sárkány farka kétú mutatja a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, itt vannak az emlékek. A sárkánynak a feje, ez a felfele mozgó hold, csomó, ráhu, az mutat egy életutat, amit a lelkünk kiválaszt, de nem ismer. Egy új út, vagy egy kiút. És pontosan ez az életterület, amire nekünk szükségünk van. Ezek a holdcsomók mozognak. A lefele mozgó holdcsomó kétú szeptember végéig a nyilas jegyében volt több mint másfél évig. Most áttért a szkorpión jegyébe az indiai számítás szerint, és itt marad 2022 márciusáig. A felfele mozgó holdcsomó, ami egy új utat jelent, az szeptember végéig az ikrek jegyében volt több mint másfél évig, és most a bika jegyében van 2022 márciusáig. Itt van most egy kármikus fordulat, új kármikus témák. És hogy hat ez rád, ezt elmagyarázom a horoszkóp szerint. A te horoszkópodban
Az indiai számítás szerint a te napod, ami a te énedet jelenti, vagy apai témákat, azon kívül a te Merkur bolygód, ami jelenti a te gyermekkorodat, ifjúságodat, de a tudást is, az intelligenciát és a kommunikációt szintén a Szkorpión jegyében van, és Neptun bolygó az is a Szkorpión jegyében van. Neptun bolygó mutatja az álmaidat, vagy a művészi területen te itt kibontakozhatod magadat. Hogy te ezt melyik életterületen tudod megvalósítani, azt nem tudjuk, mert nem tudod, hogy hány órakor születtél. De ami biztos, hogy a nap, Merkur bolygó és Neptun bolygó a Szkorpión jegyében volt abban a pillanatban, amikor te megszülettél. Ez a lefele mozgó hold csomó kétú most itt a Szkorpión jegyében van, mint mondtam, 2022 márciusáig, tehát itt vannak nálad kármikus témák, és ez a múltadat jelenti. Persze figyelembe kell venni a Szkorpión jegyét is. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, itt érzésekről van szó, és el kell búcsúzni a félelmektől, meg a bizonytalanságoktól, és élni kell a bizalmat, a hitünket, a lelkesedésünket és a szeretetet. Szaturnusz bolygó az a sors utak bolygója, kihat a sorsunkra, Szaturnusz bolygó hatása alatt tanulunk valamit, és vannak sorsdöntő változások. A te horoszkópodban Szaturnusz bolygó visszatekintő, ez utal a múltra, utal a kármikus témákra, azon kívül Szaturnusz bolygó őrzi a kármát. A te születési horoszkópodban ez a visszatekintő Szaturnusz bolygó a kos jegyében van. Az indiai számítás szerint itt mozog most Uránusz, és hoz nálad változásokat. Erre számíthatsz a következő években, hogy itt lesz egy új kezdet, sorsdöntő kapcsolatok, vagy sorsdöntő változások, valami fordul a sors utadon, lesz egy új irány. A bolygók mozognak, lefordítva bolygó annyit jelent, hogy mozgó csillag. Szaturnusz bolygó jelenleg a kos jegyében van, ez évben, és jövőre is. A te horoszkópodban nincs bolygó a kos jegyében. Ez téged nem érint így közelről, hogy melyik életterületen van ez a sorsdöntő változás, így a Szaturnusz bolygó mozgása által nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor születtél. Az viszont biztos, hogy Szaturnusz bolygó 2022-ben eléri a horoszkópodban a felfele haladó holdcsomót, Ráhút, a vízöntő jegyében, és akkor lesznek ilyen sorsdöntő fordulatok, újra egy megújulás, vagy egy kiút, egy új kezdet, vagy egy új életterület, amit te még nem ismersz. Ez várható lesz 2022-ben. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó kétú az oroszlán jegyében van, itt kiismered magad, te állsz a középpontban, és mások felnéznek rád, kapsz megbecsülést is, itt kiismered magadat, mert ez utal a múltadra.
A felfele mozgó hold csomó Rahu, az a vízöntő jegyében van, ahol nincs bolygó a horoszkópodban. A vízöntő jegye az mutatja azt, hogy te különleges vagy, meg vannak jó ötleteid, te ezt meg tudod valósítani, legyen hozzá bátorságod. Ez jelent számodra egy kiutat, és 2022 évében Szaturnusz bolygó eléri, akkor lesz számodra újra egy új irány. A te horoszkópodban a nap és a hold egy harmonikus kapcsolatban áll, a víz elemében, itt érzelmekről van szó, megvan a belső erőd, a belső nyugalmad, a Mars bolygó egy jó kapcsolatban áll Jupiter bolygóval, az mutatja az életerődet, a bátorságodat, de azt a férfit is, aki a te lelki társad, itt is lesz egy közeledés, meg szerencse. De te bizonytalan vagy, ez abból adódik, hogy ez a visszatekintő Szaturnusz bolygó egy úgynevezett kvinkunksz kapcsolatban áll a Mars bolygóddal. Az jelenti a te erődet, de a lelki társadat is, mert Mars bolygó, ez egy ilyen férfias energia, és mivel Szaturnusz bolygó visszatekintő, itt vannak emlékek. Az is lehet, hogy rossz emlékek, csalódások, könnyek, ezért van ez a belső bizonytalanság. Az ő horoszkópjában az ő napja, az ő Merkur bolygója, és a lefele mozgó hold csomó a bika jegyében van, az ő napja mutatja az apukáját, de az ő énjét is, Merkur bolygó utal az ő gyermekkorára, de a tudására is, és Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó az ő horoszkópjában utal a múltra. Itt vannak kármikus témák, és most itt mozog a felfele mozgó holdcsomó Rahu, és jelenti számára a kiutat, egy új utat, vagy új lehetőségeket. Hogy melyik életterületen éli ezt át, nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Itt a gyermekkoráról van szó, itt a múltjáról, kármikus témákról, és a bika jegyénél nem csak az érzelmekről, hanem az anyagiakról is, meg az értékekről. Ez a Rahu hatás lesz nála 2022. márciusáig. Az ő horoszkópjában egy visszafele tekintő Neptun bolygó és a felfele mozgó holdcsomó Rahu a Skorpión jegyében van. Neptunnál előfordulhatnak csalódások is. Neptun jelenti az álmainkat, és azt meg kell, hogy valósítsuk. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója. De előfordulhat az is, hogy másoktól jön ez a Neptun energia, a fantázia, meg az álmok, minden a mesebelinek tűnik, és mi van akkor, ha ez nem a valóság, hanem hazugságok, akkor ez csalódásokhoz vezet. Mivel nála Neptun bolygó visszatekintő, itt a múltjáról van szó, a múltban csalódott volt, mert becsapták őt. Itt vannak nála kármikus témái, itt a Skorpión jegyében, ahol érzelmekről van szó, és ő keres egy kiutat, mert ő szeretné az álmait élni, de kell, hogy bízzon abba. Viszont vannak ezek a rossz emlékek. Kétu, a lefele mozgó holdcsomó most itt mozog, ezen a területen, a Skorpión jegyében, és kihat az ő érzelmeire, és ez a hatás eltart 2022 tavaszáig. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó, az a férfiassága, meg Szaturnusz bolygó,
a sors bolygója az ikrek jegyében van, ott volt több mint másfél évig Rahu, szeptember végéig hatott rá, itt voltak kármikus témák, sorsdöntő fordulat, vagy kihatott a párkapcsolatra, mert a Mars bolygó az ő férfiasságát is jelenti, és ez a Rahu hatás itt kiváltott nála kármikus témákat, de ez nem a múlt, hanem őneki az volt az érzése, hogy kell egy kiút, kell ez a változás. Hogy ő azt megvalósította-e vagy sem, ezt te tudod megválaszolni. És most ehhez a jósláshoz, ezek itt a te képeid, a te kirakásod. A te jelenlegi helyzetedet itt ez a csillagkép mutatja. Ez utalhat a hitedre, spirituális témákra, vagy vallási témákra. Itt az arany és az ezüst azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott vagy. És itt látható a víz eleme kihat az érzelmeidre. Te megtalálod a belső nyugalmadat, meg a hitedet is. A csillagkép itt szerencsét hoz. Ha mi elgondolkozunk a múlton, mindig vannak olyan emlékek, ami szép, meg vannak olyan emlékek is, ami kivált nálunk könnyeket, szomorúságokat. Mi volt a szép a múltból, amit te meg kell, hogy tarts, ez itt a te tartásod. Az lehet, hogy te művészi területen kibontakoztathatod magadat, megvan hozzá a képességed, tánc, meg zene, de jelenti azt is, hogy te ebben a harmóniában vagy. Ebben a belső harmóniában, de kihat az a külsődre is, a te környezetedre. És mi az, ami könnyeket vált ki, amin változtatni kellene? Ez a férfi átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, és az szimbolizálja a víz elemét. A víz eleme pedig az érzelmekre utal. Ez a király, ez a férfi szeret téged. Higgy ebben a párkapcsolatban, higgy ebben a szerelemben. Mi a kulcsa a kármádhoz? Ezt mutatja itt ez az uralkodó nő. Uralkodj a nap felett. Hogy telik el a napod, abból lesz egy hét, lesz egy hónap, lesz egy év, és így uralkodsz az éveid felett, így uralkodhatsz az életed felett. Te uralkodj a gondolataid felett, az érzelmeid felett. Mi az, amit eddig elértél, azt mutatja itt ez a szerelmes pár, szerencséd van, mert te megtaláltad a nagy szerelmet, megtaláltad a lelki társadat, vagy mondhatnám úgy is, ő talált meg téged. És mit tudsz javítani a helyzeten? A következő lépés azt mutatja itt az erő. Ez jelentheti a belső erődet is. És mi a feladatod, a leckéd, mit kell megtanulni, azt mutatja itt ez a kártya, amikor minden olyan feje tetejére állt, és úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Mit kell ilyenkor tenni? Megfordítani ezt a képet, és valamit más kép látni az életben, akkor érezhető itt ez a könnyűség. Így felszabadultnak érzed magad. És hova vezet, ha te ezt megtanultad? Te itt ez a királynő vagy, a királynő a tűz eleme felett. Az jelenti a te bátorságodat, a fellépésedet, és azt is, hogy mennyire lelkesít ez a kapcsolat, vagy azon az úton vagy, ami téged lelkesít, az lehet a hivatásod is. Mi az, amit a jó Isten most közölni szeretne veled?
Néha kell, hogy összeomoljon valami, és hogy ezt a helyzetet, meg a félelmeket magunk mögött hagyjuk, és bízzunk a jövőben. Ezek a képek itt mutathatják az ő helyzetét. Tehát ő is át fogja tenni magát a félelmein, és lesz itt egy változás. És a jövőtök, a kettőtök jövőjét itt ez a király mutatja. Ő a te párod, te vagy itt a királynő a tűz eleme felett, ő pedig a király a tűz eleme felett. És ti egymásra találtatok, itt lesz egy jövő, és minden meg van írva itt a csillagképekben. Kedves szivárvány, így tudtam kármikusan elmagyarázni ezt a jóslást és a horoszkópot. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!